Az időjárási szélsőségek ellenére a termőterületek többségén biztató állapotban van a szőlő. Az agári csoborpincészet parcelláin is sokat segített az elmúlt napokban lehullott bőséges csapadék. Kisari Linda, a Szőlészbolász Társadalom Fejér megyei prominense úgy vélekedik, hogy a mennyiség és a minőség ebben az évben is kielégítő lesz. Sajnos az asszály minket is sújtott, és nem igazán kecsegtető, de most nagyon örültünk ennek a 2-3 napos esőnek, mert 60 milli esett, úgyhogy azok a szőlőültetvények, amiken még ugye most kezd érni a szőlő, tehát ilyen kezdeti stádiumban van, azoknak nagyon-nagyon jól jött ez az eső. A közkedvelt Irsai Oliver szüretelése már befejeződött, a szakember bizonyosabban, hogy az idei bor is elnyeri a borbarátok tetszését. Eddig Irsai Olivért szüreteltünk, szerencsére nem viselte meg, tehát azért duzzadtak voltak a bogyók. A légkinyerés egy kicsivel kevesebb volt, mint tavaly, de tényleg nagyon szép mustfokkal, jó savakkal tudtunk szüretelni. Úgyhogy az idei kierje, majdnem már tényleg készen kierjett Irsai Olivér az a kezembe van. Jó illata van, jó íze van, úgyhogy nem sokára fogjuk is értékesíteni, és a vásárlók nagyon várják ezt az Irsai. A szüret jelenleg is gőzerővel folyik, a feldolgozás után a termés rövidesen a pincékben alszik, hogy ősszel kerüljön az asztalokra, öregítve a nemes magyar nedűk jó hírnevét.